Dupla kupakgyűjtő szívet készített Kretovics István, a Kisgép és Fénycentrum vezetője a szerencsieknek, a Szeretlek Szerencs civil szervezet megbízásából. A helyiek más települések példáján felbuzdulva régóta szerettek volna egy ilyen alkotást elhelyezni a város egyik frekventált területén, ahol bárki bedobhatja a PET palackja kupakját egy nemes ügy érdekében. Ezzel a helyiek álma is valóra vált, hiszen a városban a polgármesteri hivatal előtti téren helyezték el a színes alkotást. Nyíri Tibor polgármester és az önkormányzati képviselők pénzügyi támogatásából elkészült szívek az összefogást jelképezik, és természetesen karitatív célokat is szolgál majd. A kisebbik gyűjtő bedobó nyílását a gyerekek könnyen elérik, amelybe bele tudják dobni a kupakokat, míg a nagyobbikba a felnőttek tehetik meg ugyanezt. A kupakok ellenében kapott pénzt jótékony célra fordítják majd. A város vezetője és a képviselőtestület tagjai közösen dobták be az első kupakokat, tehát most már mondhatjuk, hogy innentől kezdve együtt dobban a szerencsiek szíve, a jótékonykodás jegyében.